Nenad Novakovic előtt a szokásos Torgelle Máté páros. Torgelle kihozza onnan a nagy embert, és ő próbál csúsztatni, de éppensége Máté fejéről került tovább a labda. Pölöskei megvatta a gól! Itt egy újabb távoli Pölöskei zsolt lövés, és 3-2 az MTK-nak a harmadik percben, a második fél időben. Nem volt szerencséje Novakovicsnak, mert ez a lövés komolyan irányt változtatott. Kellett hozzá ez a rossz mozdulat, és az, hogy ezt innen azonnal ellője Pölöskei, minden további igazítás és gondolkodás nélkül a Mihelicsről elépattanó labdát a jobb sarokba zúdítja. Itt nem a legszerencsésebben nyúlozza Mihelics, félt alig, hanem Kálnoki Kistól, aki érkezett, és ott belekasszál egy láb, és így nem éri el Novakovicsot.